Szokol kis rádió, vagy valami hasonló fajta lerakva a Gödöllőn, az első kis otthonunkban valahol, és ottan megszólal egyszer csak, és akkor mit hallasz? Azt hallod, hogy meg kell a búzának érni. Halmos sebő kettős, az ember nyújtja a fülét. Mi ez? Hogy van ez? Eddig csak az volt, hogy a Beatles így, meg a Rolling Stone úgy, és akkor az ember megállt egy pillanatra az ütő az ereinkben, és akkor tulajdonképpen ez egy kezdete volt az új életünknek, ugye ismerkedés a magyar faluval, ismerkedés a népművészettel, a népzenével, a nép mindennel, ami népnevű szóval kezdődik. És ugye akkoriban az összes könyvet és szótárt, azt mindig a G betűnél nyitottuk ki. Ez a G betű akkor úgy szólt, hogy gyékény. Ugye kosárkötőknek indultunk, kosárkötés érdekelt, csak akkor ami G-vel kezdődött, akkor azt kijegyzeteltük, kiírtuk, megnéztük, elutaztunk, falujárás elkezdődött egy időben a táncház mozgalommal. Óriási nagy csodálkozás volt, hogy van magyar falu. Hát annál már csak egy nagyobb csodálkozás volt, hogy Erdélyben vannak magyarok. Tehát a falu felfedezése után következett Erdély felfedezése. Hát Erdély felfedezése után 20-valány évvel következett Közép-Ázsia felfedezése, és ez máig tart. Büszkék vagyunk, mert szerintem kevés olyan család van manapság, ahol a háromból két gyermek folytatja a szülőknek a munkáját. Mi voltunk az elindítói a nemez újra felfedezésének és oktatásának, és a fél világot mi tanítottuk, tehát egész Európába tanítottunk, és Amerikába is jártam ugyanilyen ügyben, és végül is a világnemez készítői itt kezdték a magyar pusztában, ahol 5 éven keresztül tartottunk táborokat ingyen, és az egész világ jött és tanult, ide tudtuk hívni a közép-ázsiai asszonyokat, és együtt tanultuk a mesterséget, úgyhogy a ma nagy öregek azok mindnek a gyökerei itt vannak Magyarországon, hanem ez az emberiség első textilje. Te vagy a legény, de tyukudi pajtás. Megtaláltuk azt a példaképet, amit 20 évesen kerestünk. Tehát megtaláltuk azokat az embereket, akik szerények, akik magyarok, akik gerincesek, és akik közel állva a természetből belhöz, közel élve a természethez, a jövő számára példát tudnak mutatni. Ha nem ilyenek lettek volna, elmentünk volna mellettük, de ilyeneket találtunk, és lehorgonyoztunk mellettük, és nagyon sajnálom, hogy talán te is, inkább csak az utolsó korszaknak a szemtanúja vagyunk, és próbálunk valamit tenni ebben az utolsó időszakban azért, hogy akik már nem fogják őket látni, azok helyesen gondoljanak rá, hogy mi is volt a múlt, a magyar parasztság milyen volt, miért volt az szép.